Az erdélyi magyar közösség érdekében kifejtett munkásságáért három kiemelkedő kolozsvári személyiség vehetett át állami kitüntetést Magyarország kolozsvári főkonzulátusán. A Magyar Ezüst Érdemkeresztet és a Magyar Érdemrend tiszti keresztjeit Mile Lajos főkonzul adta át. Urbán Katalin, a Kolozsvári Rádió magyar szerkesztőségének korábbi vezetője munkássága elismeréseként a Magyar Ezüst Érdemkeresztet kapta meg. Egyet Péter filozófus, író, egyetemi oktató a Magyar Érdemrend tiszti keresztjét vette át Mile Lajos főkonzultól. Természetesen az ember örvend egy elismerésnek, de emellé hozzá kell tennem, mint filozófus, hogy az elismerések azok összetartják a társadalmat, az egy kohéziós dolog. A szeretetben, a barátságban, és ez egy hivatalos esemény. Úgyhogy én így értékelem. Szilágyi Pál matematikus, a magyar nyelvű felsőoktatás kialakításának és fejlesztésének meghatározó egyénisége, egyetemi oktató, szintén a Magyar Érdemrend tiszti keresztjedíjban részesült. Az ő munkájuk, akár újságíróként, rádiós szerkesztőként, akár természettudósként, felsőoktatás vezetőként, akár filozófusként, költőként mindenképpen kiemelkedő, hiszen ezt az elit szerepet a legmagasabb színvonalon töltötték be, iránymutatók a közösség számára, és egyben az egyetemes magyarság szellemtörténetéhez, kulturális értékeihez is hozzátették a magukét. Teljesen megérdemelt, és örültem, hogy átadhatta nekik ezeket a díjakat. Mile Lajos főkonzul híradónknak hangsúlyozta. Az egyetemes magyarság számára is kiemelkedő jelentőséggel bír az, hogy egy kisebbségbe kényszerült népnek legyen saját elitje, amelynek a teljesítményét elismeri a közösség.